Szeptember 1-én becsöngettek az általános iskolákba és a középiskolákba országszerte. A Jován Jovanovics Zmaj általános iskola mindegyik épületében kihelyezett tagozatán megkezdődött a munka. A hagyományok szerint az első osztályba induló kisdiákokat ünnepélyes keretek között fogadták idősebb pajtásaik és az iskola vezetősége. Kameránkkal a központi épületben tartott fogadáson voltunk jelen. A második osztályosok rendhagyó vidám műsorral köszöntötték az elsősöket. Az Zmaj iskola keretében a 2014-2015-ös tanévet több mint 100 kiselsős kezdi meg. Ebben az évben még nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen elegendő elsős tanuló iratkozik és kezd az iskolánkban. Az Adi épületben már megvolt az elsősök fogadása, egy szerb tagozatot nyitottunk szokásunkhoz szíven, és kettő magyar tannyelvű tagozatot. Itt az Zmaj épületben is kettő tagozatunk lesz, Martonoson egy, és Adorjánon is egy tagozat, valamint lesz Velebiten is első osztályos tanuló. Tehát a tagozatokat illetően és a tanulók létszámát illetően teljesen rendben van az iskola, és indulhat a tanév. Megvannak a tagozatok, de hasonlítva az előző évhez, csökkente a diákok létszáma? Hát jelentősen nem mondhatunk nagy visszaesést ebben a tanévben. Még itt az első héten fog kiderülni, hogy a többi osztályban is van-e valamilyen változás. Jelentősről idáig nem tudunk. A tanári gárda felkészült-e az új tanévre és az új kihívásokra? Hát igen, az augusztus a számunkra arról szólt, hogy előkészítsük a tanévet, a tantervek elkészültek, az órarend is a mai napon már valószínűleg, hogy az iskola honlapján is meg fog jelenni, és hétfőtől megújult erővel hiszem azt, hogy mindenki sikeresen el fogja kezdeni ezt a tanévet, úgyhogy szeretnék mindenkinek jó munkát, sok sikert kívánni, úgy a legfontosabb szereplőinek az oktatásnak, a tanulásnak, a szülőknek is és a tanároknak is. Szeptember 1-én új fejezet kezdődik mindenki életében. Egy új kezdet ez a gyermekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak is. Hát egy kicsit nehéz volt ott hagyni a volt osztályomat, a negyedikeseket, mert valójában 4 évig azért nagyon gyakran voltunk együtt. Hát most új kis diákok lesznek, remélem, hogy ővelük is nagyon jó ki fogunk jönni, szeretni fogjuk egymást, hallgatunk egymásra, nehézségek biztos lesznek az elején, de szerintem rendben lesz minden. Hogyan zajlik mondjuk az első egy hét? Az első egy hét az elég nehezen, össze kell, hogy szokjunk, ismerkedünk, hát majd többet játszunk, mint tanulunk, de szerintem minden rendben lesz. A most aktuális tanmenet keretében mennyire van lehetőség még a játékra, vagy a játékosabb időtöltésre? Úgy fogjuk elkészíteni, hogy jusson idő játékra, minél több, mivel ekkora gyereknek nagy a mozgásigénye, tehát hát majd lopunk innen, onnan, ahonnan lehet egy kis tornaórát, egy kis játékot, úgyhogy óvodából nagy a váltás, a 45 perces ülésre, úgyhogy majd valahogy megoldjuk, biztos sikerülni fog. A Magyar Nemzeti Tanács ebben az évben is évkezdő csomaggal segíti az első osztályba induló diákokat és szüleiket. Ezeket a község mindhárom általános iskolájában Varjú Potrebi Tatjana, az MNT Közoktatási Bizottságának tagja adta át.
Összességében nézve, mintegy 1600 gyermek iratkozott Vajdaságban magyar nyelven első osztályban, mutatkozik egy csökkenő tendenció, tehát fogy a gyermek létszám, ennek több oka is van, de minden esetre Magyar Nemzeti Tanács ezzel a létszámmal is nagyon elégedett. A lényeg az, hogy a szülők felvállalják azt, hogy gyermekeiket magyar nyelven iskoláztatják. Hát ehhez kíván a Magyar Nemzeti Tanács ezzel a kezdőcsomaggal segítséget nyújtani. A csomag nagyon gazdag, mint minden évben, tehát tartalmaz olyan eszközöket, amelyek megsegítik a gyermekek munkáit, tehát főleg a képzőművészet a sport területén, de van benne füzetés, tehát minden olyan eszköz, ami kell egy elsősnek. Én úgy gondolom, hogy ezt a szép programját a Nemzeti Tanácsnak a szülők azzal tudják támogatni, hogyha kitartanak a magyar nyelvű oktatás mellett, és hogyha segítik a Magyar Nemzeti Tanács munkáját. Az elsősök számára készített alkalmi műsor után a két tanítónéni névsorolvasást tartott, és két osztályba sorolták a gyerekeket. Mindannyian egy-egy kedves, apró ajándékot vehettek át a tanítónéniktől, és a szülők kíséretében a tantermekbe vonultak, ahol az elkövetkező 4 évet töltik majd. Az első 2 hét az még nagyon játékos, nagyon szabad, és akkor aztán szépen lassan, fokozatosan vezetjük be a gyerekeket abba, hogy azért ez mégis csak egy iskola. Hát az apró népnek is meg kell szokni azt, hogy ők minden reggel meg kell, hogy itt jelenjenek, és végig is kell, hogy üljék a napot. Azért majd igyekszünk, hogy azért ne legyen ez olyan borzasztó dolog. Én úgy gondolom, hogy a legnehezebb dolog egy 6 éves gyerek számára az, hogy hosszan kell ülnie. Most ezt próbáljuk azért oldani, mert hát óra közepén, végén is be lehet építeni olyan mozgásos játékokat, foglalkozásokat, amivel megbontjuk ezt a hosszú ülést. Az önfegyelmük nem olyan még, ami hát egy nagy-nagy munkát tesz lehetővé, de szépen lassan érünk messzire, és én azt hiszem, hogy mi is így kezdtük, mindenki más is így kezdte, és aztán az idő megmutatja, hogy kiből mi lesz. A fő cél az, hogy minden gyerekből kihozzuk a maximumot, a saját képességeihez viszonyítva, és ha ezt meg tudjuk tenni, akkor semmi gomb nem lesz. Aki tudja, jó volt a neved. De a fűmi, de jó, szonyám, mehettek a helyetekre. Jó, te tartozottak.